akarta, hogy becsületesen, a saját erőmből. Mindjárt meg is nézzük, hogy hogy meséli el a gyerekkorát ez a Feri bácsi, mert végre már eljutott odáig, hogy egy kicsit kívülről próbálja végig a legjobb életét. Most látni fogjuk az ő szüleit. Láttad a Feriké táskáját? Láttam. Láttad, hogy megint hiányzik a bőgőr Puder Gedeonból 7. 8. oldal? Láttam, megette. Megette. Miért eszi meg a könyveket? Mondd meg! Miért eszi meg a könyveket? Én nem tudom, hát ne velem kiabáljál! Nyomdász vagyok hát azért! Hát mondtam neki, hogy ne egye meg! Mondtam, nekem nem kell megfelelni! De apád nyomdász pontosan tudja, hogy milyen vegyszerek vannak azon a papíron, így és van. Mégis megette. De őt ez nem érdekel, hát azt mondtam, amit te mondtál neki. Pontosan! Szerintem meg akar felelni, ezért teszi meg. Lehet, hogy nyomdász akar lenni. Miért nem veszel neki valamilyen, hogy akkor ő is nyomjon? Majd nyom, hogyha eljön az ideje. Még nem kell nyomnia, jó? De mi lenne, ha elmenne egy ilyen előkészítőbe akkor már, ha ennyire eszi? Tervbe van véve, hogy majd előkészítőben. Olyan okos az a gyerek. Hát látszik, hogy nyilván... Mit csinálsz? Jó van. Krisztike! Ezt is. Miért kellett leéteni? Mondd meg. Azóta csak a villanyt szereli. De vele semmi baj nincs, az égvilágos, már legalább megszereli. Én szerintem az nem lehet, hogy én kivegyem majd az előkészítőt. Nem lehet, nem szabad. Ő nyomdász lesz. Neki vegyed, rakd be. Nem érdekel, megeszi a fele papírt, akkor megeszi a fele papírt, sajnálom. De lehet, hogy a nyomdában, amikor még nincs semmi rányom a papírra, ott nem enné meg, mert nincs semmi a papíron. Azt mondta az orvos, hogy megenné. Ez egy kényszerevő, papírevő, vagy mi a neve. Van erre szakszó, csak nem. Az baj, nem csak a saját könyvét, hanem azt egy társai könyvét. Tudom, ez már baj. Jönnek hozzám az anyukákat szerinted. Szerinted én hogy értem magam? Ki kell valamit találni, valamit. Jön neki az iskolába, és akkor jönnek, hogy eszi a gyerekem a... Lehet, hogy föl kéne használni a gyereket, nem? Mert lehetne például írt megsemmisítő. És még áramot sem fogyasztani. Nekem ezt tetszik. A következő jelenetben azt fogjuk látni, ahogy Ferike hazaérkezik az iskolából, és anyukája van Ostya, kaptam a Sekrestés bácsitól. Ostya. Add ide. A Gergő olvasókönyvből van, ugye? Miért tetted meg pont a himnuszos rész? Mert utálom azért. De tudod, hogy holnapra kell megtanulni. Nem érdekel, utálom. Azt is elítem nektek, hogyha fejem alá teszem. De ha a saját himnuszos részedet megeszed, azt még elért, megértem, de most a Gergőjét miért kellett? Hát tudod, milyen érzés nekem, hogy odajön az anyukája, és akkor azzal izér, hogy kieszed a könyvéből a himnuszt? De tudod, hogy érzem én magam miattad? Hallottad te már a Gergőt szavalni a himnuszt? Hát nem hallottam, mert nem tudja megtanulni, mert megetted. Jó, megettem, de attól még annyi szép betű van ott. Ugye, Feri, apáddal beszéltünk, be fog írni egy nyomtató előkészítőbe. Hova? Tudod, van ez a, amit ő is csinál, ez a, amikor nyomja. Nyomdász? Az! Én is legyek nyomdász? Kecskére káposztát? Így van. Be fog iratni, arra azt döntöttük. Ezt nem tettitek velem, hát egész nap zabálni fogok. Akkor majd túladagolást kapszik, így is kövér vagyok. Nem fogod többet megenni. Megértetted? Most nem lehetne, hogy... Nem? Igen? Mit? Nem? Hogy valami normális szakmát kapja. De, nyomdász leszel. Nem foglalkozhatnék számítógépekkel? Majd, hogyha kinyomtattad az összes könyvet. Azt nem tudom megjelni. Lehet, hogy a jövőben nem is lesznek már könyvek. Addig nyomtatsz, amíg lesznek könyvek, aztán majd mehetsz a számítógépes iparba. Igen, de nagyon rossz haszonnal dolgozom, mert tudod, hogy... Te ne gondolkozzál hülyeségeken. Nem kellett volna megenni a könyveket. Tudom.
akkor miért költött nyomdát? Össze tudod fejbe számolni, hogy összesen körülbelül már hány könyvet tettél meg életedbe, Ferike? A lexikonokkal együtt. Milyen lexikonokkal? Jaj. Melyik lexikonokkal? Jaj. Ami fel van a pont? Ami fel volt. Nem tudtam megenni a borítókat, de nagyon rágós volt. Azért volt olyan készítve a létre? Igen. Feri, most már biztos, hogy nyomdász leszel. Azon a lexikonok voltak a családi örökség, tudod mennyit ért az? Tudod, hogy apáddal évek óta arra készülünk, hogy azokat majd eladjuk, és akkor abból lesz neked kertes ház? Solymáron? Nem lesz. Mész, nyomd ezt, akkor aztán meg keresel magadnak. Meg nem, fel nem fordul. Akkor megfordulhatom már egészen. Csak mesélem a nézőinknek, hogy ezt például én nem írtam. és tulajdonképpen mindig tanulok a színészektől, de hogy egyáltalán, szóval, hogy egy picike kis mondatnak óriási lavina jellegű következményei vannak, mert az, hogy... Próbáltuk kiszedni, hogy mi legyen a szituáció. Nem, hogy a kenyérem is közben rádjön a papíremés, és utána ebből görgettük föl így a nagy lavinát. Igen. Ilyenek ezek. Hol tartunk akkor? Nem megettem a példát, csak igen, pont beleharaptam, ahol tartottam. Pszichológusnál beszélgetés játék a néző. Ezt megettem. Ott tartunk, igen. Hogy a Ferike, a Feri bácsi, arra jön rá a pszichológusnál, hogy de jó is lett volna egyszer láthatatlanul belopakodni, és meghallgatni, hogy mit mondanak róla a szülei, amikor ő éppen nincs ott. Úgyhogy most az apját és az anyját fogjuk látni. Tulajdonképpen lehet, hogy csak így lehet. Hiszen kicsit durva voltam vele ma. Én nem tudom, hogy most mit te szereted a szakmádat? Hát most te is, hát mi lett belőle? Most azt akarod, hogy ő is ilyen legyen? Olyan életre való az a gyerek. Hát feltalálja magát, elfogja a saját könyve, megeszi a gerbőt. Járjuk vele focizni? Hát most ezt most miért kér, majd hogy jön ez ide? Hát tudod, szerintem... hogy nem tudok focizni, rossz a lába. Vagy nem tudsz focizni, nem tudsz te sportolni, semmit sem. De attól ő még elmehetne, attól őt még be lehetne írni. Most legyen sportoló? Képességes. Lesz valaha olyan világít, hogy egy sportoló fog jól keresni, szerintem. De most ne döntsünk már erre. Az igen, az valamit olvasni. De az agyamra ment már nekem is ez a hülye, ez a... Most már én is azt mondtam neki, hogy nyomdász ez. Most komolyan azt... Én mondtam neki, akkor hogy nyomdász ez. Akkor nekem nem is kell mondanod neki? Miattad mondtam azt? Te is folyton azt szajkózol. Ez a gyerek, ez sokra hivatott. Így van, helyes, olyan sok gyerek. Hát, most még nem mutat olyan... Nem tudom, lehet, hogy túl sokszor mondtuk, hogy... Lehet, hogy mutogathatnám. A képességeit, igen. Hát talán mutogatni nem kéne még. Majd, hogyha igen. Majd, hogyha fejlesztjük egy kicsit. Még van. Hát most, hogyha neki erre van hajlama, akkor erre van hajlama. Hát... Krisztike nagyon csöndben. Krisztike! Gyere le onnan! Ez meg villanyszerel folyton, ezt nem hiszem el. Női villanyszerelő. Az a baj, nem csak a rosszakat cseréljek, hanem a jókat is. Nem, majd de legalább cserél. Hát legalább csinálja. Ez összetve Feri mit csinál? Hát ez az. Hogy honnan veszik ezeket? Azt hiszem, hogy tőlem nem akarok megbántani, de nem az én vérvonalammal van a probléma. Már bocs, és most nem a nagyszüleire gondolok, akik ugye állatkertben mindegy. Tehát valószínűleg ebben van valami, hogy az egyik gyerekünk fönnmászkál, mint egy majom. De nem baj az, hogy kényszeresek, csak
Mi értelme? Akkor majd csinálhatnának értelmes dolgokat is. Szerintem ez nem vérvonalbeli kérdés, ez nem, nem lehet genetika. Jó, én csak mondom, nagyon szép vagy például. Biztosan szépségüket tőled örökölt. Szerintem legyen nyomdász. Jó, akkor legyen nyomdász. Legyen nyomdász. De nem kéne megkérdezni? Hogy akar-e nyomdász lenni? Nem, hát hogy most azért eszi a könyveket, meg nyomdász akar lenni, vagy azért, mert pont, hogy nem? Nem meg akar nekünk felelni, szerintem. De legyen inkább focista. Na, akkor már inkább nyomdász. Mondom, helyes gyerek. Voltak éppen az elég vicces, ne? Szabálja a könyveket. Emlékszel, amikor... Még normálisabb volt, és rendes ételeket evett. Egyszer kitette a betűtésztából, emlékszel, hogy csinált egy ilyen könyvet. Milyen szép, akkor azt hitte, hogy lehet, hogy ott vittük félre a betűtésztával? Az ehető betűtésztával? Basszom. Nem haragudj meg, de ezt is te csináltad. Be kéne perelni. Abszolút. Be kéne perelni az összes betűtészt a gyárost. A gyermeit. Hogy utána a gyermeit. Igen. Maga legyen a gyermei. Azok a legjobbak, nem? Ugye? Akkor még kaszálhatnám. Jó. Akkor legyen így. A betűtészt. Érted már? Egyértelmű. Persze, hogy értem, egyértelmű. Hát persze, hogy egy gyerek, hát kirakja egymás után, elolvassa és megeszi. Világos. Hány, de hány gyerek járhatott már így? Lezárjam, hogy kiugrok az ablakon? Akasszam föl magam? Tényleg akasszam föl magam? Mi legyen? Akasszam föl magam, mert ennyi hülye gyerekem van? Mit csináljak? Mondd meg! Tudod, meleg! Sokszor a szülők tök másképp viselkednek a gyerekükkel, mint a gyerekük háta mögött. És most pont ebben a történetben úgy képzeltük el, hogy vannak azok a szülők, akik nagyon szigorúak és így nyesik a gyereket folyton, kritizálják, bírálják, még ez is lehet, hogy lehülyézik, viszont valójában nem is gondolják komolyan. Na most a gyerek egész életében egy ilyen izgalommal és szorongással nő fel, és hát ahhoz nem kell olyan rettető nagy pszichológiai műveltség, hogy azt mindenki tudja már, hogy ha otthon kapsz támogatást, megértést, szeretetet, dédelgetést, jaj, de szép vagy, jaj, de okos vagy, akkor lehet, hogy ezt egy kicsit elhiszed, és lehet, hogy ettől nagyobb önbizalmad lesz, ha nagyobb önbizalmad lesz, nagyobb sikered lesz, ha nagyobb sikered lesz, még az is lehet, hogy valahol megállod a helyedet, úgy két lábbal, és akkor az a bizonyos életvonal, vagy nem tudom, mit képzeljünk el, az egy kicsit kevésbé lesz ilyen mély repüléses, mint amit ugye azt mondtad, mély repülés. Bukó. Na most, tehát itt most én azt képzeltem el, hogy viszont az is lehet, hogy a szülők sokszor úgy előadják azt, hogy legyünk szigorúak a gyerekkel, és akkor ne csináljunk úgy, mint hogyha olyan nagyon elégedettek lennénk vele, mert még elbízza magát. Szóval ez most aztán olyan kérdés, amiben tényleg kérdezem a nézőink véleményét. Hogy ártunk-e vajon a gyereknek avval, ha egy kicsit megtoljuk az önbizalmát? Nem. Egy vélemény. Meg kell. És nem fogja úgy el... Csak hát ő mondjál volt. Azt is meg kell mondani, hogyha... vagy nem jól csinálják. Igen? De a dicséret, hogy nem jó. Na de mégis nagyon sok felnőttnél tapasztalom azt, hogy valahogy azért nem sikerült az élete, vagy nem úgy, ahogy esetleg a képességei
ha nem a papíremő képességem egyáltalán az életre való készsége, úgy engedte volna, mert nagyon hátráltatták konkrétan a szülei. Ezzel vagy? Nem, pont azzal, hogy nem kapott ilyet. Tehát én is azt gondolom, hogy az neki nem árt. Igen, kérdés, hogy van-e az a mennyiségű dicséret, ami már árt. Tehát hol van a határ? Ismerünk-e például olyat, aki túl sok ilyen kényeztető szeretetet kapott? Tehát hol van az a hány kiló? Nem lehet túl sokat az ő. Külsőségei? Tehát, hogyha azt dicsérjük, hogy te szép vagy, az... Nem így, hogy hát van egy felé 20 szeres. 20-szor is lehet. Azért ő nem tett semmit, hogy ő szép. Igen? Olyan gyerekek is ismerek, akinek ha 5 millió szó volt, hogy 5 millió szó megkérdezik tőle, hogy nagyon volt, és elmények 5 millió szó elmondom neki, hogy gyönyörű vagy, neki lassan volt elég. Tehát azt kérdezte, hogy szép vagyok-e, Ovó néni? Azt kérdezte, hogy szép vagyok-e? Igen. És én éreztem, hogy neki viszont ezt hallania kell legalább 5 millió szó, de van olyan gyerek, akinek a saját szüvei csak ezt a külső értékét látják benne, a belső jóságos, vagy megosztani a testvére, és sosem csinálják meg. Tehát ebből a kisgyerekekből sokszor veszek észre, hogy kicsit a nácizmus felé tolódik el a személyiségük, nem maga biztos, hogy az. Hát azokkal is baj van. De azért mégiscsak felnőttek úgy kerülnek hozzám, hogy inkább valami sérülés érte. És a sérülés tárgya az inkább az, hogy te semmire nem vagy jó, belőled.